A több mint 1 milliárd forint értékű szekszárdi zöldváros program keretében tavaly megújultak a vármegye székhely terei. A kivitelező 4 hónap alatt végezte el a munkálatokat. Mindenki látja, hogy milyen átalakítások, milyen fejlesztések, környezettudatos megoldások történtek a város 4 pontján, mert 4 részből áll a zöldváros projekt. A program többlet feladatokkal, sok munkával jár a városnak. Ezeket nyáron a nagy hőség is megnehezíti. Tessék elképzelni, amikor 36-38 fokban itt a gyomtalanítást és a növényeknek a rendezését végzik. Látjuk a gondokat, látjuk a problémákat, kézben vannak a dolgok, folyamatosan oldjuk meg őket. Én arra kérek mindenkit, hogy bármilyen észrevétel van, természetesen informáljanak róla bennünket, de én szerintem összefogva, együttműködve ezeket a feladatokat meg tudjuk oldani. A munka részleteiről Spanyol Adrián szakember számolt be. Körülbelül 5000 négyzetméterrel nőtt meg a cserjék és az évelőknek a felületének a száma, 21 ezer négyzetméterrel viszont a füves területek száma, négyzetméterének a száma, és hát folyamatosan délelőtt és a délutáni órákban folyamatosan megy az öntözés, ez egy hatalmas kihívás. Női dolgozók végzik a kapálást, a gyomlálást, a meccést. Az elültetett 137 fa közül kizárólag a 160 lakásos épület és a Babits Mihály Kulturális Központ közti részen száradt ki 5 egyed, valószínűsíthetőleg a talaj minősége miatt. Itt olyan igazándiból egy feltöltött talaj volt, tehát nem egy termőföld volt, ami egy jó talaj, ami a növényeknek az optimális lett volna, ez egy töltött talaj volt, és mi talajcserét is végeztünk. De ugye nagy a legrosszabban eredő egyébként, vagy a legkevésbé, vagy a legjobban eredő ezek a földlabdások, és egy ilyen hatalmas nagy földlabdával rendelkező fák, és hát mi próbáltuk pótolni is a talajt és javítani. A zöldváros program fenntartása és karbantartása tehát nem kis feladat. A tönkrement növényeket pótolni fogják olyanokkal, melyek kibírják a klímát.